Nem véletlenül mondják most önökre, hogy pedofidesz. Maga azt gondolta, hogy el van intézve annyival az ügy, hogy belökte a busz alá Novák Katalint és Varga Juditot? Idősebb jogán elmondom önnek, hogy illik viselkedni egy ilyen házban. Ha már közszemlére teszik hitüket, mint sarki lányok a testüket. Azért önöknek van bőr az arcukon, az biztos. Serpenyő gyártó cégek a könyörögnek a technológiáért. Az. Ma biztos vagyok. A kegyelmi botrány kirobbanása óta először ült össze a parlament. Megszavazták az új köztársasági elnököt. Én dr. Sülyog Tamás fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Elfogadták a svédek NATO csatlakozását, de volt szó K. Endre kegyelméről is. A pedofil bűnelkövetőt mi zártuk börtönbe. Mert önök azért kellett nekünk börtönbe zárni, mert önök nem zárták be. Mindenki pontosan tudja ebben az országban, hogy valójában ön döntött a pedofil segítő kegyelméről. Tudják ezt az ön körül ülő fideszes képviselők is. 20 évig ennek az intézménynek az élén egy olyan ember állt, akit később bűncselekményért el is ítéltek, akit önök neveztek ki. Önök tartották ott, önöktől örököltük. Bicskei pedofil bűnelkövető azért került börtönbe, mert az egyik áldozata öngyilkos lett, és azok az áldozatok, akik felálltak, följelentették az igazgatót. Én azt szeretném kérni öntől, ha már bocsánatot nem kér a kormánypárt ebben az ügyben, legalább ezeknek az áldozatoknak a tettét ne próbálják elvenni tőlük, ne próbálják ezt a helyzetet kisajátítani. Az én emlékezetemben ez úgy van, hogy 2016-ban a kormány miniszter tett följelentést a Bicskei gyermekotthon vezetője ellen. És biztosak lehetnek abban, hogyha Magyarországon szülők és gyerekek valakiben megbízhatnak, az nem a pedofilokat rejtegető baloldal, hanem mi vagyunk. Miniszterelnök úr, az a nagyon nagy probléma, hogy K. Endre viszont szabadában. A kormány ezt a kérdést nem tárgyalta, ha tárgyalta volna, sosem született volna meg a kegyelmi ítélet. Nem azt kérdeztem, hogy a kormány tárgyalta ezt az ügyet, hanem azt, hogy ön jóvá hagyta-e. Miniszterelnök tagja a kormánynak. Amikor tehát azt mondom, hogy ha a kormány tárgyalta volna, akkor ilyen kegyelmi ítélet vagy kegyelmi döntés sohasem született volna meg, az azt jelenti, hogy a kormány egyetlen tagja sem látta az igazságügyminisztert leszámítva a kegyelmi kérvényt. Ezért nincs ma a volt igazságügyminiszter közöttünk. Egyébként pedig minden vizsgálatot támogatunk. Az ülés szüneteiben mi is kérdeztük a képviselőket, illetve azokat a vendégeket, akik az új köztársasági elnök megválasztására jöttek. Elnök úr, egy kérdést engedjen meg, hogy a kegyelmi ügyet ki fogja vizsgáltatni, hogyha kinevezi? Egyelőre megtartózkodjunk a kérdésektől közé. Mit szól ahhoz, hogy Novák Katalin megbukott? Ezt nem kommentálom. Ezt önök jobban tudják, mint én. Köszönöm. És a kegyelmi ügyről van véleménye? Én is adtam egy pár kegyelmet. Amikor elnök voltam, átgondoltam mindegyiket. Nem sokat hozzáteszem. Minden jót kívánok. Jobban át kellett volna ezt gondolni a Novák Katalinnak ön szerint? Nem gondolja, ki kéne vizsgálni a kegyelmi ügyet, hogy tudjuk, mi van az ügy mögött? A kegyelmi ügyen most már mindenre. Ön nem akarja tudni, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre? Pillanat, hadd tisztáznunk valamit. Be kell mennem a parlamentbe, kérem engedjenek. Két perc. De nincs két perc. Minden részlete ennek az ügynek nyilvánvaló. Önök és a miértjét senki nem tudja. A álló társadalmi erő, parlamenti frakció, nem tudom, hogy ez mekkorák, azt követelték, én nem emlékszem rá, az ügy kirobbanásakor, hogy mondjon le, önök ott közvetítették ezt, és sok jelenlegi baloldali képviselőtársam ott őrjöngött ezen. Ez megtörtént. Most már ez el van felejtve. Most már azt mondják, ez nem elég. Ön is jön ezzel. Miért? Kérdezem én, ön szerint hányan tudnak erre a kérdésre válaszolni? Hát akik meghozták a döntést, azok lehet, hogy tudnának erre valamit mondani. Beszél, ne haragudjon. Hát aláírták ezt többen is. Többes számról beszél, a kegyelmi jog egy embernek a kezében van ma Magyarországon. Akkor őt meg lehetne kérdezni, Novák Katalint, erről meg lehetne kérdezni, nem? Itt az alkalom önöknek. De mi nem tudunk beszélni vele, nem állt a sajtó elé az egész ügy kirobbanása óta. Ezt nem kéne kivizsgálni? Ez érdekli az egész országot, hogy miért történhet meg az, hogy elítélik ezt az embert jogerősen, és azóta is szabadlábon van, újra dolgozhat gyerekekkel, hogy miért történt ez meg, ezt nem kéne kivizsgálni? Minek utána nyilvánvaló, világosítottuk az álláspontunkat, hogy szerintem egy rossz döntés született, egy helytelen és elfogadhatatlan döntés. Tehát ilyen értelemben nincs mit vizsgálni, a tanulságokat kellett levonni, akik benne voltak ebben, a döntést meghozták, vagy szerepet vállaltak, azok lemondtak. Hogy lehet levonni a tanulságokat úgy, hogy nem tudjuk pontosan, mi történt? De tudjuk, hogy ez az ember milyen bűncselekmény. Ő mondta, hogy nem tudja, miért kapott kegyelmet.
de azt tudom, hogy milyen bűncselekménnyel kapcsolatban volt elítélve, és azt tudom idehozni, amit szintén volt lehetőségem már elmondani, ez egy olyan döntés volt, aminek soha semmilyen körülmények között nem szabadott volna megtörténnie. Egyelmi ügyről esetleg valami gondolat? A Telexnek. Gondolat van, mondani való. Elnök úr, ön szerint a kegyelmi ügyet ki kell vizsgálni? Mi volt mögötte? Miért írta alá Novákat? Kegyelmi ügyet ki kell vizsgáltatni ön szerint? Minden folyamatban van, látja. Kell vizsgálni, de gondolom, hogy vizsgálják is azok, akik ebben illetékesek. Tehát a parlament az nem tudna egy vizsgálóbizottságot felállítani például, vagy a kormánypárti frakció? Hanem a parlament vizsgálja, akkor azok vizsgálják, akik ebben illetékesek. Nem parlamenti mandátum alapján adnak kegyelmet, nem kormányzati mandátum alapján kapnak kegyelmet. Úgyhogy én gondolom, hogy vizsgálják. Kik vizsgálják? Nem vizsgálja senki, tudtommal. Gondolom, hogy lesz olyan, aki ezt fogja vizsgálni. Szerintem máig folyik valamiféle elemzése, vizsgálata ennek a dolognak. Mennék, jó, ne haragudjanak. Köszönöm szépen. Mi nem a svéd NATO csatlakozásról kérdeznénk, hanem a kegyelmi ügyről. Ugyanis, arról mint országgyűlési képviselő, kívánok, biztos van róla véleménye. Nem kívánok most. Nem kíván. De csak annyit, hogy ugye azt kérdezzük most a képviselőktől, hogy nem kéne kivizsgálni ezt az ügyet, hogy svéd dologban vannak. Jó, elnézést, ne haragudjanak. Jó, de én most nem nyilatkozom más kérdésben, kizárólag a svéd kérdésben nyilatkozom, azért jöttem ide. Ne várjanak meg, mert nem fogok nyilatkozni. Ne arra ugyanak. Világos etettem. Hát, jó, elnézést. Megkérdezzük azért, aztán meglátjuk. Hát, jó, de nyugodtan. Üldözzenek nyugodtan. Nyugodtan. Üldözzenek nyugodtan, de nem nyilatkozom. Jó, rendben.